Na, Csákos úr, kérem, hálalok! Na, végre valami okos szó, Júcsa. Mit teszünk? Libasültet, na, Csákos úr, kérem! Júcsa, hozzá mellé egy pár fiatal hagymát. Lehet köztük egy pár idősebb is. Csákos úr, hagymát a libához? Majd elfordítom a fejemet, tiszta haszon. Túlzás, hogy megbeszéltük. Ezt csak te beszélted meg vele. De én más után is szedtem. Nézd meg, Terka, hogy ennek a nagybátyától függ a városi szemétszállítás. Hányszor mondtam neked, hogy nem tűröm az asztalnál a hagymát? Jó, majd legközelebb ibolyával meg kökörcsénnel eszem a libasültet. A szemétszállítás abban különben igaza van a mamára. Ha azt megkapjuk, de leszel a leggazdagabb lány egész Pesten. Ugyan, papa, egy ilyen szemétszállítás miatt. Hát én már nem hiszek ebben az egész koncesszióban. De én hiszek! A családom a Szabolcsi. Anyukám is, apukám is itt a közelben született. Kisvárdán nevelkedtem gyerekkoromban, úgyhogy nekem az a környék a mindenem. Természetesen Nyíregyháza is bele tartozik, mint megyeszékhely. Nagyon sokat változott. Persze azóta, mióta 5-6 éves gyerekként itt töltöttem a nyarakat. Gyerekként azért más itt a környéken élni. Milyen érzés művészként visszatérni ide? Mindenféleképpen jó. Ráadásul egy olyan csapattal dolgozom most már nem is első alkalommal, akikkel szívesen játszom és dolgozom együtt. Ugye itt mondtam, művész úr, hogy nem először. Hogyan kezdődött ez a kapcsolat a mandalásokkal? Még Dobos Laci, akkori igazgató, aki sajnos tavalyi esztendőben itt hagyott bennünket, ő hívott ide, de már régebben is, majd 20 évvel ezelőtt is jártunk az ő meghívására a nyíregyházi szabadtéri színpadon, ha jól emlékszem, kabaré előadással, egy vegyes csapattal. Nagyon régi a kapcsolat, és hát amióta most már, ha jól emlékszem, ez a negyedik darab, amit rendezek a kis csapatnak, erősödik a kapcsolat. Milyen érzés velük dolgozni rendezőként, illetve hogyan zajlottak most a próbák? Én egy picit könnyebb helyzetben voltam, mint a társulat, hiszen én játszom ezt a darabot folyamatosan. Decemberben volt a bemutatónk a Turay Ida Színházban Budapesten. A darabot pedig már harmadszor sikerül nem rendeznem, hanem mint szereplő végigélnem. Ugyanezt a szerepet játszottam még annak idején Sopronban is. Nagyon szeretem a közös munkát. Élvezték a srácok, lányok. Nehéz körülmények között dolgoznak, de nagyon nagy lelkesedéssel, és sokszor profi színészeket, színházi embereket is megszégyenítő akarattal és lelkesedéssel. Szeretnék megtanulni vezetni. Hajlandó nekem egy-két órát adni? Örömmel! Úgy emlékszem, mintha csak ma volna, hogy önöknél állást kaptam én. Gondolom, az is a sofőr dolga, mindig segítsen a bűnökét. Tudod én sem, de hogy bajra, tudod rossz sem, de hogy jó, hogy a nőket pont úgy hallja, mint a trójai való. Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalható, maga házaslás vagy társasházban a legény való. Maga pontatlan vagy pontos, ha a próbára jön el. Ez a sok kis kérdés fontos, ha oktatni kezdek el. Most úgy látom, sikerül a próba, akkor már jól megfolygatom én. Úgy is ketten ülök az autóba, de ne legyen majd velem kemény. Maga mindenre kíváncsi, maga sok mindent akar, ma de tudja le, hogy az autóban a sebesség váltókkal. Ráadásul ott a kuplom, és ott a gázként áll, de a fényre lép,
beszéljünk egy picit magáról, a darabról, ugye Hippolit. Ennek van egy olyan filmváltozata, amit egész Magyarország ismer. Mennyiben más ez a darab? A szöveg az mindenféleképpen az alapszöveg, Zágon István, ugye ő írta a filmet is annak idején, és a Vajda lányok, Vajda Katalin és Vajda Anikó annak idején a játékszín felkérésére készítettek egy színpadi változatot, ami nagyon jó sikerült, rengeteg dallal. Most ezekből a dalokból jó néhányat kihúztunk, mert tehát nagyon hosszú lenne az előadás. De Ejzeman Mihály dalai természetesen itt is felcsendülnek. A prózai szöveg az olyan erős, hogy inkább rontani lehet rajta. Tehát nagyon kell figyelnünk, hogy a közönség majd hogyan alakítja át a játékunkat, mert ne felejtsük el, hogy a közönség a másik játszótárs. És ez az első olyan alkalom a mai nap, amikor néhányan be fognak ülni, és majd remélhetően reagálnak, ahogy mi szeretnénk. Hát ez majd ki fog derülni. Mindenesetre az előadás ritmusa, az körülbelül a tizedik előadásán áll be úgy, amit az ember úgy elképzel. Papa, vedd föl a zakódat, mert ingújban nem fogadhatod. Ki akarja fogadni? Hát úgy tudjuk, hogy... Nagyságos asszonyom, uram, kisasszonyom. Tessék! Foglaljon helyet! Pártól. Szóval, kegyed az? Parancsára, nagyságos uram. Hogy is hívják, kérem? Engem szolgálatára, Hippolit. Rendben van, de mi a keresztneve? Azt mondom, kérem szépen, a keresztnevemet. Hippolit. Acsai Hippolit szolgálat. Hippolit. Soha nem fog eszembe jutni a nevemet. Szóljál már te is valamit, mama! Hát, szóval, ön belép hozzánk. Parancsára. És miért jött el a gróféktól? Bizonyos differenciák merültek fel. Anyagiak? Nem, asszonyom, erkölcsiek. De azok is csak később. A méltóságos úrháza igazi régi úri ház, ahol anyagi természetű kérdések nem igen kerültek szóba. Nagyon helyes. Szerintem anyagiakról ne is beszéljünk. Az ember úgyis megkapja azt, ami megilleti, kérem szépen. Úgyhogy azt hiszem, örülök, hogy a dolognak ez az anyagi része el is van intézve. Hát igen, az anyagi az el van intézve. El vagyunk intézve. Nagy elődök vannak, úgyhogy ha a filmfeldolgozást nézzük, ami az alap, ugye, hiszen ebből készült a színpadi feldolgozás, ugye Csortos Gyula alakítására nagyon sokan jó emlékekkel emlékeznek vissza, és hát ugye volt egy remake, egy újabb feldolgozása a történetnek, ugye a főszerepben Eperjes Károllyal, hát szóval komoly a feladat, fel kell nőni hozzá, igen, de hálás. Milyen érzés volt Istvánnal együtt dolgozni, ugye nem ez az első közös munkátok? Nem, most években már nem tudom meghatározni, de azt hiszem, hogy 5-6 éve dolgozunk együtt. Az első közös munkánk is egyébként egy régi Kabos Gyula filmnek a színpadi változata volt, a Csúnya lány. Aztán egy Rejtő darabban dolgoztunk együtt, majd pedig egy István és Adam is Anna által írt darabban, az Egy tányér napfényben. Tehát ez már a negyedik közös munkánk, és közösen is játszunk a színpadon. Mindenképpen nagy élmény. István nagyon felkészült, alapos, higgadt rendező, jó vele dolgozni. A színpadon is egyébként, mert hát kiváló partner természetesen, ezt nem is kell mondanom, hiszen egy Jászai Maridias érdemes művészről van szó. Mit volt a legnehezebb megfogni a te karakteredben és azt eljátszani? Én hajlamos vagyok a széles gesztusokra, itt mindenképpen egy visszafogott gesztusokkal élő, szinte póker arccal játszó figuráról van szó. Ez az én habitusomból fakadóan ez egy kicsit nehéz. Tehát tűrtőzhetni magam, de egy jó iskola is. És mi volt a legélvezetesebb a próbák során? Hát...
Mindenképpen, én talán még itt a Mandala Dalszínházban 28 éve csináljuk, szerintem címszerepet én még nem játszottam. Tehát ez mindenképpen egy nagy kivívás és nagy élmény. És hát tulajdonképpen egy olyan klasszikus történetet játszunk el, ami eleve öröm belelépni. A házi rendre vonatkozólag szabad megkérdeznem, hogy mikorra óhájtják nagyságtok a fürdőt? Hát én csak vasárnap. Meg hétfőn. Hány órára? 8-szor. És a hét többi napján? 4-9. Hideg vagy meleg fürdőt parancsol? Ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit, aztán jól összeveszem. És nagyságos asszonyom? Én? Ó, hát én mindig a férjem után szoktam. Tehát akkor úgy 3:49-kor. 20-kor. És a reggelit a fürdőben óhajtják, vagy az ágyban? Az ágyban. A fürdőben. Fürdőben legyen mindenütt egy kis reggelit. Még a kamerában is. És mikorra érkezik a masszőz? A kicsoda? A masszőz! Tudod, aki minden nap ide jár. Ja, hát az jön. Ha megígéri, az jön.